Zökkenőmentes, azaz fuga nélküli térkövet használnak a Radnóti Miklós utca felújításánál. Az kellemesebb járófelületet biztosít és könnyebb a tisztítása. Mozgás, látás és hallássérülteknek, de autizmussal és képességzavarral élőknek is segítenek. Ingyenesen tartanak fogyatékosságügyi tanácsadást a prevenciós központban. Megváltozott munkaképességűeknek és nyugdíjasoknak is kínáltak munkát, állásbörzét rendezett a prevenciós központ. Hétfőn, jó estét kívánok! Megújul a Radnóti Miklós utca. Az első ütemben a Tátra és a Pannonia utca közötti szakaszon dolgoztak, azt szeptember eleje óta már használhatják az autósok és a gyalogosok. Most a Pannonia és a Hegedűs Gyula utca között zajlik a munka. Nem csak az útpálya, a járda is megújul, sőt, kicsit át is alakul. Az északi oldalon megmarad a ferde parkolás, a délin pedig párhuzamos parkolási rendet alakítanak ki, hogy nagyobb lehessen a járda. Ott a burkoláshoz pedig úgynevezett zökkenőmentes térkövet használnak. Ez újdonság a kerületi útfelújítások során. Az előnye, hogy a fuga nélküli kiképzése kifejezetten kellemes járásérzetet biztosít, és megkönnyíti a hóeltakarítást is. Az építkezés várhatóan november közepére fejeződik be. Járdafelszabadítás a lakosság igényeinek figyelembevételével. Így kezdték és zajlik jelenleg is a Radnóti Miklós utca felújítása, aminek a Tátra utcai szakasza már elkészült, jelenleg pedig a Pannonia és Hegedűs Gyula utcai részen folynak a munkálatok. A Radnóti utcában már korábban is egy szakaszon alkalmaztuk ezt a járdafelszabadítást, járdaszélesítést, ami nagyon népszerű és egyre nagyobb igény van rá. Ugye itt azért több intézmény is van az utcában, sok gyalogos forgalom, a gyermekek ugye reggel mennek az iskolába, szülőkkel, délután pedig hazafelé, tehát itt is egy nagy gyermekforgalom van, gyalogos forgalom, és az autók azok a járdára parkoltak, már régóta így volt a parkolási rend, ezen szerettünk volna változtatni, és egy picit talán a korral haladni, hogy a mostani ízlésnek megfelelően nagyobb gyalogos felület, közlekedő felület legyen a gyalogosok számára. Ahol lehetett, zöldítettünk is, ahogy most már azért Újlipótvárosban megszokottuk az elmúlt években, minden járda vagy útfelújításnál keressük a zöldítési lehetőségeket. Ezek nagyon korlátosak, ugye itt a közműhelyzet miatt, de azért amennyit a közműcégek megengednek, azt megtesszük. Kiemelt ágyások ültetése, vagy ahol lehet faültetést is elvégzünk. Ez volt még egy nagyon fontos ok, és két csomópontban, ugye a Radnóti utca Pannonia utca keresztülésében és a Radnóti utca Hegedűs Gyula utca keresztülésében pedig egy kiemelt keresztülést hozunk létre, ami azt jelenti, hogy fizikailag megemeljük a keresztülést, piros kővel fogjuk kiemelni, ami még látványban, tehát vizuálisan is jobban feltűnés kelt és lassításra készíti az autósokat, hiszen a gyalog átkelő helyek vannak, és ott is a gyalogos forgalomnak a biztonsága, meg hát egyébként az autós és kerékpáros forgalomnak a biztonsága érdekében is szükséges ez az átalakításnak az elvégzése, így azt gondoljuk, hogy biztonságosabb lesz a közlekedés mindenki számára. És hogy a biztonság mellett a gyalogosoknak az eddig megszokottól még komfortosabb legyen majd a járdán való sétálás, egy új technikát, úgynevezett döccenésmentes térkövet alkalmaznak a felújítás során. Ami abban különbözik a hagyományos térkőtől, hogy sokkal kisebb a fuga, és nincs kattogó zaj, ha például bőröndöt húz rajta valaki. A parkolóhelyek száma a felújítás miatt minimálisan csökkenni fog, és a parkolási rend is megváltozik. A kétoldali halszálkás parkolás helyett az egyik oldalon párhuzamos, míg az út másik felén 45 fokos parkolókat alakítanak ki. Itt szeretünk volna nem csak egy egyszerű felújítást végezni, hanem ahogy elmondtam, a gyalogos közlekedés, vagy a keresztülések kiemelésével az autós és kerékpáros közlekedésnek is a biztonságosabbá tétele. Ez egy fontos szempont volt, hogy ha már hozzányúlunk, ugye, és akkor ez azért évekre, évtizedekre meghatározza az utcának a képét, akkor ezeket a forgalombiztonsági dolgokat is végezzük el, hiszen így lesz azért komplett a felújítás, hogy valamennyire legyen jobb az állapota az utcának ilyen szempontból is. Még egy olyan szakasz van talán, amit a későbbi években megvizsgálunk majd, a Radnóti utcának a Váci út és a Kressz Géza utca közötti szakasza, ahol szintén olyan parkolási rend van, ami a járdákra rányúlik, ott talán még van zöldítési lehetőség is bizony benne, és a parkolási rendnek a megváltoztatása is, és egy biztonságosabb gyalogos közlekedés kialakítása. Az előzetes tervek alapján a Radnóti Miklós utca érintett szakasza november elejére készül el, és ezt követően nyitják meg újra a forgalom előtt.
Újlipótvárosban közlekedve azonban nem csak ez az egy útszakasz, ami megújult. Csak Katona József utcában elkészültünk, nem olyan régen, múlt héten volt a műszaki átadás átétel. Ez a Pozsony út és az Újpesti rakpart közötti szakasz, az emblematikus szakasz, ami ezekkel a sárga keramitkövekkel van kirakva, ami a kerületben már csak azon a kis rövid szakaszon van, a fővárosban sem sok helyen már. Ugye itt volt menet közben egy lakossági kérés, aminek eleget is tudtunk tenni, hiszen mi úgy terveztünk, volt különféle műszaki tervek, hogy hogyan tegyük vissza ezeket a köveket, vagy ne tegyük vissza. Itt a kérés az volt, mi ugye abban gondolkoztunk első körben, hogy a parkoló sávokba tesszük ezeket a sárga keramitköveket. Lakossági kérése az volt, és ezt abszolút toleráltuk és elfogadtuk, hogy a közlekedési sávban legyenek ezek a sárga kövek, hiszen akkor jobban látszik, és jobban tudja azt a hangulatot, ami eddig is ott volt az utcában visszaadni, hogy visszakerülnek ezek a régi kövek oda a közlekedési pályára, és a parkoló sávot pedig térköveztük, meg a járdát is felújítottuk, sőt ott is két fát el tudtunk ültetni, és négy kiemelt tárgyást megépíteni. Ez a munka elkészült, még a zöldítés nem készült el, de az útépítési munkák és a járdaépítési munkák elkészültek, vissza is adtuk a forgalomnak azt az utcaszakaszt. S bár már benne vagyunk az őszben, néhány rövidebb határidővel rendelkező útfelújítás még az idén megvalósulhat. Az egyik érintett útszakasz az Angyalföld szívében található Agyag utca, amit a Tomori és Göncöl utca közötti részen újítanak meg. Várhatóan október második felében kezdődnek a munkák, amiket a tervek szerint november végére be is fejeznek majd. És ha minden engedélyt sikerül megkapnia az önkormányzatnak, akkor több gyalogátkelő helyet is kialakítanak még. Az egyiket például a Kárpát utca és Gogol utca kereszteződésében, amit már nagyon várnak az ott élők. Ismét tart fogadóórákat Frecska Veronika fogyatékosságügyi tanácsadó itt a kerületben, aki itt van a stúdióban. Kezdj csak, a jó estét kívánok! Jó estét! Amikor elindult ez a tanácsadás, akkor volt itt nálunk a stúdióban. Most már nyilván vannak tapasztalatok, hiszen jó néhány hónapja, talán már egy éve zajlik ez a tanácsadás. Azért hívtam, hogy megkérdezzem, hogy mik az eddigi tapasztalatok, és hogy nyilván beszéljünk a napi problémákról, mondjuk a gyerekekről, mondjuk a fogyatékossággal élők számának alakulásáról, hogy hogyan, kiknek tud segíteni. Szóval mikkel keresték meg eddig? Zömében azért felnőttek, vagy felnőtt fogyatékkal élők hozzátartozói kerestek meg itt a kerületben. Ellátásokkal kapcsolatban, munkakeresés, megváltozott munkaképességűek munkakeresésével, szolgáltatások, mint például a szállító, támogató szolgálat biztosítás igénybevételének a feltételeiről, volt halmozottan sérült gyermeket gondozó szülő is, aki keresett, ő például mind a nyári időszakban a felügyelet megoldásáról, segédeszközzel kapcsolatos, hogy hol lehet beszerezni speciális segédeszközt, illetve voltak, hogy szakemberek kerestek, tehát akár családsegítők, akár más segítő intézményekből, Máltai Szeretett Szolgálattól, vagy iskolából jöttek kérdések. Volt, hogy iskolából osztályfőnök keresett meg végzős osztálya ügyében, hogy adjak egy ilyen általános tájékoztatót, hogy egy speciális iskolában végzett fiatalnak merre van a, szóval hogyan tovább, amikor véget ér az oktatási intézményben, milyen ellátásokat igényelhet, milyen felügyeleti lehetőségek vannak, ilyen típusú problémák. De ha jól gondolom, akkor ezek vannak kisebb számban, aztán majd nyilván elmondja, hogy így van-e. Inkább azok vannak nagyobb számban, akik mondjuk felnőttek közül, akik az életük folyamán, idézőjelben normális emberként élték az életüket, de elvesztik a látásukat, vagy legalábbis nagyon leromlik a látásuk, elvesztik mondjuk egy végtagjukat, és teljesen át kell alakítani az életüket. És szerintem ilyenkor mindig először mindenki próbálja folytatni a saját életét. Aztán kiderül, hogy ha ott azon a munkahelyen már nem tud teljesíteni, akkor sokan mondjuk bevonulnak az otthon magányába, ahol unatkoznak is, meg pénzt sem keresnek, és egy idő után már szeretnének onnan kimozdulni, és akkor fordulnak önhöz.
ez is előfordul. Van a, hát az esetek többségében valóban egy ilyen megváltozott élethelyzet generálja azt, hogy mások az igényei, mások a szükségletei, illetve olyan kihívásokat kell neki megoldani, amire nincsen tapasztalata. Ez lehet egy valóban egy egészségkárosodás miatt kialakult, akár fogyatékosság, de nem minden esetben keresnek csak fogyatékosok, hanem elképzelhető, hogy valaki olyan mértékű egészségkárosodást szenvedett, de nem fogyatékos, hogy nem tudja már a korábbi munkáját ellátni, és akkor szeretné a klasszikus nevén leszázalékolás, ami egyébként megváltozott munkaképességűek ellátása, hivatalosan elindítani, de nem tudja, hogy induljon neki, merre kell mennie, hogyan kell kitölteni a nyomtatványt, akár ilyenekben is segítünk, vagy akár egy sérült gyerek születése is egy nagy problémát tud okozni a családban, egy nem kiszámítható, nehezen hozzáférhető ellátások, és ezekről egy ilyen általános információt, tanácsadást nyújtunk, illetve abban kapaszkodott, hogy hova tud tovább fordulni ebben a... Gondolom abban tud segíteni, hogy hogyan kell mondjuk a régi értelemben véve egy leszázalékolást elindítani, mert ez egy eljárás. Kap majd valamennyi pénzt, de attól még nincs kitöltve a napja, szeretne hasznos ember lenni, és szeretne pénzt keresni, szeretne munkát vállalni. Abban tud segíteni? Hát ott is csak egy ilyen közvetítői szerepen van, tehát számos civil szervezet, illetve állami szervezet foglalkozik kifejezetten megváltozott munkaképességűek munkába állását segítő különböző tevék. Van, amikor konkrét munkahelyeket ajánlanak, úgy hívják, hogy akkreditált foglalkoztatók azok, akik kifejezetten megváltozott munkaképességűket foglalkoztatnak, úgymond védett munkahely, tehát figyelembe veszik az ő nehézségeit vagy problémáját, de van lehetőségük egy megváltozott munkaképességűnek ugyanúgy normál munkahelyen is dolgozni, ami nem érinti. Van több olyan ügyfelem, akiről nem biztos, hogy megmondják, hogy van neki egészségkárosodása, mert nem szemmel látható, viszont ő is jogosult ugyanúgy ellátást is kapni, plusz mellette munkát, normál munkát is végezhet, tehát hogy ez sokban függ az egészségi állapotától, de hogy én azért ritkán van az, hogy én keresek az ügyfélnek, vagy segítek, nincsen olyan adatbázisom, csak az, ami nyilvánosan hozzáférhető, tehát speciális egyéni adatbázisom nincs. Előfordul, hogy munkáltatók keresnek meg ilyen igényekkel, akkor nyilván azt továbbítom abba, vagy azon ügyfelek köré, akik hasonlót kértek, de általában én is tovább irányítom őket azok felé, a szervezetek felé, akik... Jellemző az, hogy a megváltozott munkaképességűeknek valami közösség segít, barátok, egy egyesület, nyilván van ilyen egyesülete a vakoknak, a mozgássérülteknek, említette itt, mikor megérkezett a stúdióba, hogy az értelmi fogyatékosoknak is van. Nyilván ők a speciális területet jobban ismerik. Hát ezek az egyes, tehát hogy ezek a speciális érdekvédelmi szervezetek, van egy részüknek, van olyan lába is, ami kifejezetten az álláskeresésben segít. Például a Sinosznak van külön álláskeresőkkel foglalkozó részlege, aki hallássérült munkavállalókat segíti, sőt van egy másik szervezet is, ami kifejezetten hallás. A vakok és gyengéllátóknak is van egy olyan segítőbázisa, aki speciálisan, de van olyan, aki vagy akár pszichiátriai betegeknek külön, de van olyan, aki így általánosan minden kategóriát érintően segít. Összességében hogy látja a mai magyar társadalom, mennyire befogadó a fogyatékkal élőkkel szemben, mennyire könnyű nekik munkát találni, mennyire könnyű nekik a mindennapokat megélni? Hát azért elég sok intézkedést próbálnak annak érdekében tenni, hogy egyfajta ilyen kötelezettségük is legyen, vagy a cégeknek, hogy alkalmazzanak megváltozott munkaképességűt. Tehát, hogy haladunk egy kicsit afelé, hogy egyre befogadóbbak, de vannak bizonyos fogyatékosság típusok, amivel nagyon nehéz elhelyezkedni, akár külön érzékenyíteni, szemléletformálni kell egy munkaközösséget, befogadóvá tenni,
hogy mi az oka annál a fogyatékosság típusnál, amit speciális, vagy mire figyeljenek jobban, akár fizikai akadályok, akár környezeti, vagy személyes kontextusban akadályok. Nem olyan régen volt itt a stúdióban a kerületi egyesített óvoda vezetője, és őt is arról kérdeztem, hogy országszerte egyre több az úgynevezett SNI-s gyerek, tehát a speciális nevelési igényű gyerek. Ez valami tendencia, hogy egyre több az ilyen gyermek, vagy csak most jobban felismerik, mint mondjuk, hogy felismerték a 80-as vagy a 90-es években? Hát én azt gondolom, hogy valószínűleg ez is benne van, hogy egyre nagyobb számban vannak speciális nevelésű igényük, hogy fejlettebbek a szűrőeszközök, fejlettebbek a vizsgálati módszerek, de nyilván a környezeti hatás, a különböző hatások, amik érik a gyereket már egész fiatalkorban, az is befolyásolhatja. Erről van egyfajta ilyen vita is talán a szakemberek között, hogy mi okozza, de az tény, hogy valóban egyre magasabb számban vannak speciális nevelésű igényű gyerekek. Itt a kerületi óvodánkban minden óvodában van olyan kiegészítő tevékenységet végző gyógypedagógus vagy a pedagógusok munkáját támogató szakember, aki segíti a munkájukat. És utána mi van az iskolában, és egyáltalán milyen ennek az eredményessége? Hogy látja, hogyha egy gyerekkel elkezdenek foglalkozni, mondjuk aki magatartászavaros, mondjuk aki figyelemzavaros, nehezen tanul, nehezen kommunikál, lehet eredményeket elérni? Nyilván egyes gyerekeknél lehet, de összességében azt lehet mondani, hogy ez egy pozitív végkifejlet? Természetesen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy fejlesztésnek nagyon sokszor hatékony eredményei vannak. Az iskolában is biztosítják ezeket a lehetőség szerint fejlesztő pedagógust, vagy ha szükséges, akkor akár ilyen utazó gyógypedagógus formájában kijár az intézményben. Általában a pedagógiai szakértői bizottság meghatározza azt az óraszámot, amennyiben a gyereket heti szinten fejleszteni kell, és le is írja, hogy mely területeket, hogyan kell ezt megtenni. Az biztos, hogy a gyógypedagógusok száma is egyre kevesebb, vagy nem elegendő ehhez a magas létszámhoz, és sokszor küzdenek az intézmények általánosságban avval, hogy tudják ezeket az előírt órákat biztosítani. Sok pedagógus egyébként önmagát is képzi, ha egy ilyen speciális nevelési igényű gyerek kerül az osztályba, és próbál úgy olyan feladatokat is adni, ami segíti, de az biztos, hogy ez egy nehéz mind a két részről egy ilyen integrált oktatásban egy speciális nevelési igényű gyereket, vagy akár többet ellátni, akár egyedül lévő pedagógusnak, de egyre inkább gyakori vagy tudnak fölvenni intézmények asszisztenst is, aki segíti a tanító munkáját, vagy tud külön foglalkozni, külön feladatokkal odafigyelni rá a speciális nevelésű igényű gyerekre. Nyilván függ a gyermek állapotától is, de mennyire jellemző, hogy integráltan, tehát idézőjelben a normál óvodai csoportban, vagy a normál iskolai csoportban foglalkoznak így a gyerekekkel. Mert nyilván egy olyan érzékenyítés is nagyon sokat ér, amikor a gyerekek mondjuk kipróbálhatják, hogy milyen egy kerekesszékben közlekedni, vagy érkezik hozzájuk valaki, aki mesél a mindennapjairól, és teljesen más az, amikor ott él közöttük valaki a kerekesszékével együtt. Uh-huh. Természetesen, de én azt gondolom, hogy a gyerekek azok alapjáraton sokkal befogadóbbak, mint a felnőttek. Sokszor van az, hogy inkább a felnőttek rontják el ezt az attitűdöt. Lehet formálni a közösséget, sőt szokott lenni akár olyan felkérés, hogy akár egy szülő részéről, vagy a pedagógus részéről, hogy segítsük azt a környezetet érzékenyíteni, ahova bekerül egy ilyen speciális nevelésű igényű gyerek. Az, hogy,
hogy ez milyen számba van, ezt így én nem látok rá, vagy nem tudom megmondani, hogy ez a gyerek állapotától is függ, a fizikai környezetétől is függ, hogy éppen az ország mely részén él, hogy integráltan tudják oktatni, vagy speciális intézményekben, és sokszor a szülő kérésétől is függ. Mert hogy van, amikor megpróbálják integráltan, és mégis úgy látják, hogy egy speciális iskolában jobban fejlődik, és a szülő kéri, hogy kerüljön át. Van, amikor meg pont fordítva. Tehát, hogy ez egyénileg is más-más lehet. Van olyan gyerek, akinek sokkal jobb az, hogyha integráltan nevelkedik, és sokkal húzóbb neki, vagy fejlesztőbb, és van, akinél meg pont hátráltatja az egész folyamatot. És ha valaki integráltan tölti a mindennapjait, akkor mondjuk véget ér a tanítás június közepén, és aztán szeptemberben indul újra. Uh-huh. Addig mit kezdenek vele a szülők? Hát ez egy szerintem országos szintű probléma. Rengeteg nyáron rengeteg megkeresést kapunk, hogy a településeken biztosított napközis felügyelet általában a speciális nevelésű igényű gyerekeket nem fogadja. A szülők sokszor nem tudják megoldani, hogy hova rakják, mert hogy nagyon kevés olyan tábor, még fizetős tábor is van, ami speciális nevelésű igényű gyerekeknek szól. Az iskolákban napközit nem biztosítanak ezeknek a gyerekeknek legtöbbször, mert ugye nincsen kellő számú nyári időszakban pedagógus, nincsen olyan, aki speciális igényeiket tudja kielégíteni, és ez komoly gondot okoz sok családnak, még hogyha a szülő otthon is van esetleg gyerek otthon gondozási díjon, de sok esetben 4 órában dolgozik, viszont akkor nem tudja a munkáját ellátni, föl kell azt mondani, így a megélhetésük is akár veszélybe kerül. Tehát, hogy ez egy komoly gond, nagyon kevés a lehetőség, amiben mi is tudunk ajánlani, és általában már nyár elején erre, szóval, hogy ez már túl késő. Sokszor már a év elején betelnek ezek a speciális igényű táborok, hogyha van is, vagy az előző turnus már újra jelentkezik, és az önmagában beteríti, tehát hogy új lehetőség meg nagyon kevés van. Az ilyen szülőknek tud segíteni itt a kerületben is, ha valaki felkeresi egy ilyen problémával, de ön ugye több kerületben is dolgozik. Megteheti azt, hogy a kerületi önkormányzathoz fordul, vagy a fővároshoz fordul, vagy magához, a kormányhoz fordul? Hát elvileg megtehetem. Még erre nem volt azért ilyen jellegű, hogy itt a kerületi önkormányzathoz fordultam. Én azt gondolom, hogy ehhez többünk összefogása kell, mert mind a szülőközösség, mind pedig a tanácsadók hálózat, ami egy hálózatban dolgozunk, minden megyeszékhelyen, a fővárosban pedig 3 intézmény által kijelölt tanácsadó látja el, tehát hogy nyilván ez egy nagyobb összefogás kell, hogy ezen lehessen változtatni, meg olyan feltételeket kell biztosítani, mind financiális, mind helyiség szinten, hogy ezek a speciális igényű gyermekek ellátása megoldott legyen. Hát van még teendő, de egy biztos, itt a kerületben van fogyatékosságügyi tanácsadás, a prevenciós központban be kell előre jelentkezni, így gondolom. Így van, így van. Be kell jelentkezni a prevenciós központ, gyerekjóléti központ hívószámán, és ott adnak időpontot, ilyen, aki esetleg nem tud bejönni azért, mert akár nem tud közlekedni, vagy mozgássérült, vagy halmozottan sérült gyereket nevel, vagy felnőttet, és nem tudja otthagyni őt, akkor van lehetőség arra, hogy otthonában felkeresem, és akkor úgy biztosítom neki a személyes tanácsadást, vagy akár telefonon és e-mailen a kollégák megadják az én telefonszámomat és e-mail címemet. Hát éljenek a lehetőséggel. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.
A folytatásban is a prevenciós központról lesz szó, de teljesen más témában. Ismét tartottak állásbőrzét az intézményben, ahol megváltozott munkaképességűeknek és nyugdíjasoknak is kínáltak munkát. Az esemény egyre népszerűbb, és nem csak a munkakeresők, hanem a cégek körében is. A prevenciós központ munkatársai a fórum megszervezése mellett a helyszínen önéletrajz írásban is segítették az érkezőket. Ezúttal a felnőttektől volt hangos a prevenciós központ aulája. Állásbőrzét tartottak a munkahelyet kereső kerületi lakosok számára. Negyedik alkalommal kínálták fel ezt a lehetőséget a szakemberek, amihez 20 munkáltató csatlakozott és kínálta pozícióit az általános iskolai végzettségtől a diplomás, nyelvvizsgával rendelkező álláskeresőkig bezárólag. Az állásbőrze célja, hogy egy asztalhoz ültesse a munkahelyet kereső és a munkát biztosító feleket, megteremtve közöttük az azonnali kapcsolatot és a személyes információcserét. Szolgálatunk egyébként a hétköznapokban is foglalkozik álláskeresőkkel, állásles tanácsadáson keresztül, és akkor úgy éreztük, hogy plusz szolgáltatásként így létrehozzuk az állásbőrzét tavaszi és őszi időszakokban. A megkeresett cégek közül azért figyelembe vettük azt is, hogy a nálunk lévő álláskeresőknek milyen az iskolai végzettsége, és ehhez mérten próbáltuk felvenni a kapcsolatot a különböző cégekkel. A szolgálatunk segítséget nyújt az álláskeresőknek az önéletrajzírásban is. Tehát, hogy aki esetleg úgy érkezik az állásbőrzére, nem hozott magával önéletrajzot, erre itt is van lehetőség. Illetve az egyik kozmetikai cég felajánlotta a segítséget a hölgyek számára, a fotózáshoz ingyenes minket készít. Szerintem fontos ez a rendezvény azért, mert azt gondolom, hogy egy térben, egy időben találkoznak a munkáltatók a munkavállalókkal, tehát nem kell a munka álláskeresőnek elutaznia bizonyos munkáltatókhoz, hanem itt helyben találkozhat velük, és meg tudják beszélni az adott elvárásokat, és hogy megfelelnek-e az adott munkáltatónak az elvárásainak. Az elmúlt három rendezvény tapasztalatai alapján igyekeztek a szervezők bővíteni a program során elérhető lehetőségeket. Ezért egy cég felajánlásának köszönhetően két előadással is várták a látogatókat. Az egyik a megváltozott munkaképességűek munkába való visszaintegrálás témaköréről, míg a másik a sikeres álláskeresés fontos részleteiről szólt. Ha itt az első körös HR interjún nem kerül fel az a kérdés, hogy egyébként mi a bérigényetek, az azért már így kezdhet gyanús lenni, mert itt általában ez már azért így elbeszélésre kerül. Az általunk megkérdezett álláskeresők a program legnagyobb segítségét a gyors információszerzésben látták. Nekem nagyon hasznos voltam most ez az előadáson, és nagyon sok információt megtudtam. Most elhoztam pár állásajánlatot, úgy szerintem nagyon hasznos volt. Gyakorlatilag a hasznosságát miben látod? Leginkább abban, hogy kaptam most kontaktokat, úgyhogy most megyek haza, és akkor célzottan tudom küldeni az önéletrajzokat. Akkor, hogyha jól értem, itt jelenleg kiállító állásadók között azért találtál olyat, aminek lehet, hogy lehetőség lesz egy munkára. Így van, és még keresgélek tovább. Lehet azt tudni, hogy milyen területen keresgélsz? Igen, legfőképpen irodai adminisztrációs munkákat keresek most. Én családsegítő által tudok erről a programról, és elég is jól segítenek, tehát mindenben segítenek. Lehet azt tudni, hogy milyen állást keresett, és mennyire találta meg a számítását? Könnyű fizikai munkát keresek, és azért sokat segítenek benne, tehát sokat mindent ajánlanak. És itt a jelenlévő munkaadók között talált esetleg olyat, ami számításba jöhet? Van egy-kettő, igen. Elégedett vagyok vele. Találtam egy párat, úgyhogy az önéletrajzot azt beadom, és akkor meglátjuk, hogy mire jutunk. Ha jól láttam, egyébként a lehető legtöbb helyszínre elment. Igen. Szociális otthoni ápolónő vagyok, de a betegségek miatt én takarítást keresek, 8 órás takarítást. És hogyan látja, mekkora, vagy segítség ez egyáltalán? Igen, nagy segítség, mert tudnak segíteni, hogy merre induljon el az ember, mi a legfontosabb cél, mi kell az önéletrajzba, a CV-be, és elirányítanak arra a helyre, ahol éppen az állást keresi az ember. Én az az igazság, hogy tornám voltam, és csak benéztem, de úgy látom, hogy nagyon nagy itt a kínálat az álláskeresésre, úgyhogy
most csak nézelődök egyelőre. Egyébként számba van véve, hogy esetleg egy kiegészítő munkát keressen magának? Nekem van, hál' Istennek, nyugdíjas vagyok, de van nyugdíj mellett, hanem a fiamnak szeretnék, úgyhogy csak úgy azért nézelődök. Mária példája is jól mutatja, hogy ez az állásbőrze nem csak a prevenciós központtal kapcsolatban állóknak szól. Nyitott, ingyenes rendezvényként bárki részt vehet rajta. Persze a munkakeresésben nem csak a keresletre, hanem a kínálatra is szükség van, és ez a rendezvény a jelenlévő cégek, intézmények számára is épp olyan fontos és kedvező, mint azoknak, akik szeretnének egy számukra kedvező munkahelyen elhelyezkedni. Hosszú távú befektetésben gondolkodunk a munkavállalók tekintetében, tehát mindig az a cél, hogy amellett, hogy az intézmény megmutassa önmagát, az arculatát, hogy mit képviselünk mi a munkaerőpiacon, bízunk abba, hogy minden további nélkül sikeres lesz ez az állásbőrze, és adott esetben a megfelelő pozíciókra megtaláljuk a megfelelő embereket. Főleg most fizikai, azaz kéggalléros munkavállalókat keresünk, szakápolókat, szakgondozókat, illetve takarítókat. Első alkalommal vannak itt a rendezvényen? Nem, ez már a második alkalom, és előzőleg is volt egy sikeres, úgymond találkozás itt az állásbőrze keretén belül, tehát megtaláltuk azt a potenciális jelöltet, akit keresünk. És bízunk benne, hogy ez most is így lesz. Az állásbőrze népszerűsége mind a kiállító munkaadók, mind pedig a résztvevők körében érzékelhető volt. Az utólagos értékelés alapján közel 100 álláskereső élt ezzel a lehetőséggel. A pozitív tapasztalatoknak és az egyre nagyobb igényeknek köszönhetően az állásbőrzének lesz folytatása. Legközelebb 2025 tavaszán várják a munkaerőt és munkahelyet keresőket. Hétfőn ez volt a BP13 kerületi magazin. Most mindjárt jön a múlt hét, a múlt héten készített riportjaink és tudósításaink válogató műsora, utána pedig a Terefere Békirály Györgyivel. Maradjanak velünk, néhány percesen jövök vissza.